azt mondja, hogy generálka Dorna, Sittira Regina, vedére Triesto, vede Catalina, bim bum bum, rompene canoni. Generálka Dorna, mangia patta tutto, vedére Triesto, vede Catalina, bim bum bum, rompene canoni. Azt mondja, generálka Dorna volt akkor a miniszterem. Aztán Sittira Regina a királynénak. Ha meg akarja, mert Trieste kikötőjét fájta használat, 33 éve szövetségesünk volt, de ugyanakkor lejárt, mert a Trieste kikötőjét fájta használat olasznak. Aztán akkor azt mondja, hogy generálka Dorna, Sittira Regina, írt a királynének, hogyha meg akarja látni a Triestet, vegyen egy kártyát, azt meglátja rajta. Aután megint mondja, hogy generálka Dorna, mantja pasztacsutó, hogy egy így köreg makaró. Sittira Regina, bim bum bum, rompene canoni, törjönek össze az ézék az ágyuk, mert canoni. Így aztán még volt még a másik. Ugye fele már nem ugye. Apécskai cigánsorony, nem? Hogy? Apécskai cigánsorony. Hát az már magyar. Na, az énekény előtt. Azt nem tudom. Na, a papa, hogy nem tudja, jó? Nem. Na mindegy. Most azt tessék akkor megmondani, mikor született? 1894. május 26. Hol? Szentpétersegg. Szentpétersegg. Igen. Na akkor a születésétől, hát amit emlékszik, mesélj el azt, hogy na, mikor bevonult Galíciába, meg stb. Minden. Mergálytok, hát 1915. októberben kimentünk a nagyapádnak két lóa, innen mentünk öten, már egy én vagyok meg, Búcsik Szabó Berci keresztapádat ismertek, nem? Igen. Csizmás Ambulus Sándor, azt a trittót oldal. Akkor ennek a Jákó Szabó Lajosnak volt egy gyetse. Azt nem. Vince. Igen. Szabó Jákó Zsuzsanna urának, Szabó Híri Szabó. Igen. Meg az öreg templomi Harasztusi Lajos, ahol most már pásztor Gyula, akik meg én, hát már csak én vagyok meg belőle. Uh-huh. Akkor lementünk Galíciába, Semiszlibe, ahol mondjuk azt mondták, hogy hát bevetetlen. Semiszlinek síkságok. Hány éves volt ekkor? Ekkor még csak a 20. évenben voltam, tudod, mert még 1915-ben ment el volna a rendes sorozásra, 14-ben küldött a háborúba. Így aztán ekkor, ott aztán mondjuk azt, hogy lementünk Semiszlibe, ott vagon él, mert Lembertbe akartunk menni, de már akkor az oroszok betöltek. Na akkor itt Semiszlibe vagon éloztunk ki, hát aztán ott volt Szilágyi nagyapád is, még akkor. Szerint... Még akkor élt? Hogyne, hát két lóval jött ő is le. Vántudó voltak, öten onnan is. Újhelyi, jó, izé, dehogy. Kismarci, Kiskari, Gombos, izé, Gombos Péter, vagy Tóth Péter, voltál meg az öreg Szilágyi. Na most oda bevonultak, Galíciába, ott meddig volt? Ottan voltam én mondjuk azt, hogy 1914-ben jöttem haza, megálltak. Azt akarom neked mondani, hogy Kirofnál volt a 28 napos ütközet, ott aztán szíjjel zavartak Lembertbe bennünket. Ők mentek a dögészek vagy a sanitészek, én meg az ütközet vonatbeli trénnél, mert itt már, mert itt a Újfaluban rá volt nyomva, hogy Magyar Királyi 15. menetezred országos jármű, mindenkinek volt egy balkarszalag, szóval, hogy hova, melyik koronéba tartunk. Ott aztán én a rajvonalbeli legénységnek én hordtam fel az élelmet, Winkler nevű zsidó őrmester volt, aki gondoskodott róla. Úgy, hogy a nagy cén 4-5 kilométerre mindig hátra volt. Ez csak úgy volt, 3-4 hajé lurái, hadöglik a kutyáé, tudod, ha elfogják, nem a... Majd egyszer felviszem a felvételezést a rajvonalbeli legénységnek. Azt mondják, most nem mész fel a nagy cénhez, hanem megyünk két front közé, Zavot és Rozsot rekriválni. Azt termelnek ott jobban, ugye már. Azt találtam mondani, hogy én nem megyek. Csendőrök huszárokkal jártak felderítő járőrbe. Azt mondja egy, mint csendőr törzőrmester, Valgának hívták mindig eszembe, hogy hely fiam, hogy csendőrösöm, azonnak
bagós pofádot, az a nyárgya, úgyhogy még egyszer kinél. Az a szerencsét, hogy nincs rajtad a komisról, mert már rögtön lelőttelek. Nem mertem ott tovább pofádni. Elmentünk aztán be a vizére. Papa nem lehet pofádni. Hát igen. Nem lehetett, papa? Nem bizony. Hát aztán mentünk aztán mink be oda. Tessék. Hát jöttek mondjuk azt a 700 golyókon, 15-20 lépésre dugjuk. Egészségünkre! Mindenki fogja meg a magáit. El is találhatom a magáit. Szeretősen megjártunk. Így jó helyet, egészség. Nem kocsidős levélek. Nem kocsidős levélek. És ott meg, mikor jött haza onnan? Meg, el csak majd meghallod. 28, már nem tudom bizonyítni várólag a tosszalag, mint Dávidát. Nem az a lényeg. De nem az, mint túlkörpölő, meg tudná hajákertek mondani, hogy meg volna. Hát én nem hazudok, ami megtörtént rajta. Na jól van. Hát aztán 28-nak, aki könnyebb sebesült volt, az piros cédulát kapott, hogy a tábori csendőr, ha láss, hogy megvolt, aki nehezebb, pedig mink hoztuk hátra. Na jól van. Volt olyan, hogy hát mondjuk azt mondja, ő nem tudja, hogy mennyi sem volt rajta, géppuskából kapott a padlásnak. De a többi se vette észre, majd mikor elértük a baraspitályokat, szedték lefele, hát mozgatják ezt szegény meghautott tőrébe. Na jól van. Hát aztán azt is hallottam, vagy felvittem akkor, mikor két honvéd visszaszökött oda. A rajonálból 8 napig csavarogtak, azt a tábori csendőrök elfogták. Ott voltam, mikor felolvasta a hadbíróság, mert statárium, rögtön bíróságban. Halálos ítéletet, akkor az volt, egy fél óra idő van adva, a testi lelki dolgot elvégezett, bevitték oda, de már akkor töltött fegyveres vizék voltak. Gondolhatod, hogy hogy érezett, hogy a végrendelt testi lelki. Akkor kivitték ére, azt akkor a gödör megvolt neki, azon. Aztán mikor a tiszt lecsapta a kardját, két fegyver bördült mindegyikre. Ezt is hallottam. Ha nem igaz, hogy ez így volt, akkor engem az Isten ne segítsik ki, hogy ezt is hallottam. Azt mondtam, mikor aztán ezt láttam, ugyanakkor Lajos bátyádék, mikor lementek Péterváradra, hova én is levonultam. Voltak ezeknek a nagy hajos cigányok, karásebességek, ne vonult be mozgósításkor. Elfogták őket, beütni. Akkor őket meg, azt meg ők látták, a sántban, mert sánt van ott a nizébe, mondjuk azt a Péterváradon ott, ahogy levitték. Az összes redutat társaság szeme láttára lőtték őket fűbe, agyon, hogy tanuljunk úr. Akkor láttam, hogy mi van, ha katonának bekerülök, vagy fogságba esek, vagy megsebesülök, vagy meghalok. Mert ugye háború alatt egy ember, meg száz ember, és kutya, fasz a semmi, hogy ilyen fajas nem te. A Csanádi volt kegyelmes úr címen, ahol Csanádi Frigyesnek 20. hadosztálynak a parancsnokja, ebben mondjuk tartozik vagy 70 ezer ember lovasság, meg ez, meg az, meg az, meg akkor időben még járt a lovasság is. Hát aztán kérem, kegyelmes úr címen, nem nagy ember volt, a tiszta fekete bogár lóolyán, az aranysúszások gyöv volt a lóanyakába, csak hogy a izéje volt nagy. Hát aztán nem volt. De nem azt mondom, ha így csak a jött valamelyik szárnyán a jelentés, hogy ezen a szárnyán vagy azon a szárnyán tartott, nem mert, vagy felmertem, az is ment aztán. Majd aztán november hátulján kapott oldallövés, akkor lett helyette vitéz nagypár, a tábor szárnyán. Hát aztán majd pénztárkocsis volt a másik, meg tisztikocsis. Mondják azt, hogy jössz. Igen, mondom, megyek. Hát aztán felakasztottam. Igen, este megfőtötte nekünk a hullaházba. Hát én voltam addig is mezőlaborban, de már akkor voltak az oroszok, mint te. Foly szép kis mező van. De már akkor az égett vagonokat, meg aztán a romfalakat találtuk. Hát a hullaházba főtt nekünk meg a paprikás. Vegyesen disznópaprikás, mondjuk azt a birka paprikás. Na, akkor mondják ezek, hogy jössz. Megyek. Hát aztán itt nekik mondom együtt is, egy-egy pár komisztus el, meg így egy sportcigaratáját, akkor az is volt. Az
na jó van. Akkor ingyen aztán jöttünk, nekik volt nagy bundadagban abban a tető, nekem volt egy darócsűr, azt megegyeztünk abban, hogy ezt elvisszük, szóval egy szűr. Mert olyan esős rész volt akkor 14 nap azért. Éjszakasz jöttünk úgy 11 óra volt, mikor igen, az érmester aztán levágott, hogy 25, na azt mondja, ennek megérkezett a felvételezése. Lehet a többi majd reggelre, hát valami szélit hozhattak, mert könnyen bírtak. Hát nem volt már álluma, csak így mondta. Ja. Na aztán, mint kikerültük, majd azt találtunk itt csak egy tautházat. Bekéreztünk. Hát aztán nem akarta szegény kinyitni, mondjuk aztán, mert akkor volt ez, amikor Potyérek elárult a Szerbiából hadsereget, aztán nyomták ide az orosz frontra a lovakat, meg minden. Hát azt mondjuk, nyissa ki, nem rossz járatbeli emberek vagyunk. Mondta aztán szegény akkor, hogy nyolc családja, hogy szégyen mondanom, azt mondja, a feleségemet meg a lányom, a hány orosz ment keresztül. Engem meg kikopasztottak mindenből. Hozzék be egy kis lúgszal, már szokott dohányozni. Hát vittünk három katonás sportcigarettát, hajjátott a katonát. Felszakítottunk, hozott aztán be. Mink aztán elaludtunk, mikor a Mónál legények, mert a tetőt úgy hittük, mert ragadhatatlan akik, és már akkor itt tette nagyon meg itt a tető, a ruhatető. Azt mondtuk azt neki, hallja, három órakor minket kölcsön fel, mink azt elaludtunk, de lehet, hogy ősz nem igen mert szegény aludni, mink azt úgy hagytuk aztán tovább, na akkor mentünk. Jöttünk aztán, mint Sátoraujjóhelyen is bementünk, mink az állomásba. Az Erzsébet szállod annyival egy hajításnyira, hogy hát ott voltak mondjuk azt a tagok, a jó paraszt emberek, hogy még akkor nem mondtuk, hogy hún, csak lovakat száll, nem hogyha szekerét. De úgy beszéltünk, hogy újságírók is, nehogy hazudjunk. Hát aztán így meg úgy mondjuk azt a szállodás nénak. Igen, mert bementünk mink este is oda, hogy de látjuk, hogy már akkor a civilség is kapja igazolvára a jegyet. Lefele. Veszenéztünk, aztán a csendőrök meg ott székáltak. Jó lesz nekünk visszamenni a szállodába, mert lekapnak bennünket, mert voltanak itt lekaptak, azt akkor jól elkentik, nagyobb bőrízet alatt volt. Na aztán majd visszamenjünk, mondjuk a szállodást nének, hogy valami ilyen. Nézik, egy ágya van, hárma van. Hát az ivóban ott volt egy nagy díván, leveszik a szondja, aztán itt meggondoltuk, meghálunk, mint még ott. Ez hol volt? Sátoraujjóhelyén, Sátoraujjóhelyén, az Erzsébet szálloda, mondom, annyira van egy hajítás. Na aztán jól van, ott hátunk azt akkor éjjel. Hát ott reggel fizettünk volna neki, de nem fogadt el az itali, vagyis a szállási. Na jól van, nem azt mondtuk. Hát nem mondtuk, hogy honnan, csak azt mondtuk, hogy a lovakat szállítottuk, a századuk úr kifizetett bennünket, fiúk útlevelet nem tudok adni. Azt mondta Búcsik Pali, akkor hazudjék az ember, ha használt lesz. Így azért nem megyünk volna, azért a fenét, akkor megint bementünk, látjuk, hogy a civilség igazolvárakat összenéztünk, gyerünk tovább, mert lekapnak bennünket, akkor elpuhegyelnek. Így jöttünk aztán, mint egészen, majd karácsony, akkor 14-ben, három napra, és a második nap délutánján jöttünk Nyíregyházán keresztül. Ott azt, mikor keresztül jöttünk, elváltunk egymástól, azt mondták ki, nekik nánás dolog, közelé van Balmaz. Én aztán még magam bandukáltam. Ott a Böszörményi út. 1914 karácsonyán? 14-nek a decemberjé volt ez. Na jól van. Elsetét volt, az eső aztán szépen esett, akkor volt már unorm, amikor magam aztán jöttem. Valahogy mondom csak, ma aztán a világ ugye nagyon messziről már kiszűrődik. Hát azt mikor jövök közelé, majd így jobbról, hát bemegyek, hát egy jó magyar kocsmáros miért aztán benne. Na, ott már azt megmondtam, hogy honnáljak. Hé, azt mondja, éppen innen is mentek, most el azt mondja, Böszörményből innen hagy, meg innen sorolta, vagy század. Na mondom, avallja azt mondja, hogy két, minket is avalcsáltak, hogy két nap illele viszik a kiút katonát, azt lány Galiciába jött. Mondja, aztán kászol, egy kétem egy üvegbort, mely akkor nem félő, hogy üvegbor egészen. Nem annyira hihatná, hogy témán csak. Hát aztán, azt mondja, aztán
anyja éjaszonyra. Nem maradt, maradt a szonyra. Hát aztán mondom, mennék. Hova megy? Innen fiam reggel is ahhoz. Anyjai, mondom, de nem akartam a jóságú kirugyát. Mondom, nem fogad. Nagyon szépen köszönöm, de nem fogadhatom el, mert tagadhatatlan nem magam vagyok. A harcért megértettem, nem baj, fiam. Azt mondja, 5 darab marha van az istállóban, meg így igaz, most a fiatalok be vannak beszélménybe, bárba. Ezt inkább elfogadom, mondom. Na aztán kimentem, a borír aztán nem fogadt el apist. Az öreg, na, sejtettem aztán, hogy így messzire üsznek, szabad hazudni, rám zárt az ajtót. Mondom, egy kis zúbszal vagy egy kis szalmat teszik be, hogy hozott aztán az öreg, a televényes kis vastag ember volt. Na jó, majd így szakasz, mert még akkor aztán újságoltak ki harc és felője. Így szakasz, ettől azon veszem észre, hogy jönnek a fiatalok. Alszik, bátyám, alszik így. Nyomják aztán a cigarettát a számban, meg a kulacsba borgok. Meséltem, de én úgy meséltem, nem hogy hazudjak, hogy újságilag is, hogy hol jártam, meg stb. Hát aztán ezt látták, farba hagyták aztán. Na reggel azt észrevettem én, mikor az öreg jött a jóságnak tenni, de nem szóltam semmit, csak hadra ki. Ettől aztán majd ő meg csendesen járt. Ettől aztán köszönök. Jó reggelt, na fiam, hogy aludt? Nagyon jó, nem mondtam még a vonal legények jól laktak, mert itt tette nagyon oló a tetünk, meg itt nem. Hát aztán, na jól van, bementünk, hoztak. Hát aztán mindjárt mondja, aztán végén tőt egy stampedli pálinkát fizetnék, szóval se lehet róla, fiam, azt mondja. Mondom, ott már megmondtam, hogy honnan jövök. Na de ezek aztán Nyíregyházán más parancsot kaptak, a további intézkedésig jött. Hát aztán ugye itt is Leitnert, a Sárándi zsidó kocsmár, sokan is ott is, bejöttek aztán, mondják azt, hogy ez a fiatal ember még, elvisszük, mint meg így, meg úgy, beszéljék már valamit, hát én csak úgy mondtam, ahogy újságilag is volt, meg azoknak a városoknak a nevét, meg stb. Hát aztán, na jól van, aztán ennyit jöttem aztán beszélmény. Beszörményig aztán, ahután aztán majd megint Debrecenig aztán gyalog. Majd ott meg jövök a Péter fiánál befele, hát kivel tanálkozik, mint Pali bátyát a Dezsi apjával. Hoztam a szűrt is aztán, meg minden. Hát már akkor Pali tizedes volt ez a gyerő. Szólok azt nekik, én megismertem, de ő nem ismert meg engem. Jó napot is. Honnan? Éppen most mondja a Klaus bátya még, mert imán az előtt légnyomást kapott, aztán az üdülőből jött Szegedéből. Nem jön azonnal haza, mondják, még levelet sem kaptunk már tőle. Most nagyot nyűznök, hol, gyere be már, azt mondja, laktunk. Dehogy megyek, sorolt, hogy ez is, dehogy megyek, ha nem tudod, jegyek. Majd ne tudod, hogy váltok én, azt mondja, hogy szó neked, derecské, hanem valami étkezés, mondom, pízz, van én nála, menjünk be, mondom valahol, bementünk aztán, iszol valami. Egy pohárból, én meg azt megérkeztem. Jöttem aztán ki oda az állomárba, ott aztán mindjárt ez a Kozák Szabó Vincének is a felesége. Senyesi Moné, meg a másik. Újfaluban volt? Hogy? Újfaluban? Derecské. Derecské. Debrecenben volt. Ott aztán, nem baj, fiam, azt az öreg kújul is aztán tolni. Az mi szekerünk éppen kijön, azt mondja, Derecské állomár, azzal hazajövett. Így jöttem aztán haza, ottan. De soroltam aztán, mondom, a hizékes. Igen, semmit libortam. Majd izébe is kaptunk aztán egy vasárnap, tudom, Kvárdiánál. Kvárdiánál kaptunk majd, hogy majd izé, Anezényi volt a főhadnagyunk. Aztán hát majd, ahogy kiindulunk erre izének, hogy jövünk Zagorszra, mert mint jártunk addig is Zagorsz, még akkor az öregi pósítókból postacsomagok jött a katonáknak. Még izé Furka Gyulának az apja mondta, ott tanálkoztam az öreg Furka Józsival, az Gyulának az apjával. Gyula meg tudja mondani, az apja mondta neki, mert mondta ott, mikor még meg volt az apja, szóltuk, tudja fogod, mikor tanálkoztunk Zagorszon, tudod, mondom, szuperügyvárok, kísérjük, most azt mondják, hogy mint katonák. Hát aztán jól van, majd soroltam aztán Zagorsz,
Igen, aztán ahogy megindulunk vasárnap reggel, hát aztán majd kijövünk körülbelül Kvárdiától, mondjuk azt, hogy egy jó pár kilométer, csak ott aztán mindjárt kaptunk, mint ágyútüzet az oroszoktól. Hát most láttam én is, hogy a katonák is belebúnak ott az árba, én is leugrottam, de csak izé volt, izé, egy mérkútra való 4-es hóvét huszár hajtotta a mi száraz szekerünket, azt a lovastól együtt agyóvágta, aztán visszavonultunk, de a főhadnagy úr, a nevén is úgy meg, ezért álltam még bele is lett megállt a nadrágba, így aztán vissza, na aztán ottam, kiizéltek, aztán megvártak bennünket, vagy megvártam így, aztán mondjuk azt, hogy megdíleljünk, meg délután, aztán egyszer írtam a lovas jelentős, innen, mert a mozgókonyha is itt volt, aztán a kegyelmes úrnak, meg ne voltám ottan zavorton, aztán konyha, most jött a lovas jelentős, hogy a kegyelmes úr parancsára a nezényi főhadnagy úr vezetés alatt azon a helyen, ahol máma visszavertek bennünket elvonulni. Hát aztán, na jó, igen, elég megindultunk, mink aztán, igen, elkezdte aztán, mert a kaminkba sűrűlt. Senki pipára, senki cigarettára, ne beszélje, mert lelőlöm, mint egy kutyát, ha észreveszem. Mert neki is a nadrágba szaladt a szín. Na de megindultunk, mink, hogy majd megyünk erre a nagyság. Igen, nem mondom, jött a lovas jelentés, hogy a nezényi félhadnagy, na mentünk most így szakadt. Hát találtuk a nappali hullánkat, majd ezt egyszer meghaltoltak bennünket. Hát a mi katonánk voltak már, hogy kifeküdt. Igen, azelőtt az volt, mert mondom itt a izé, Pántikászival sosa volt a pofámba, de hát nagy tisztek voltak. Winkler, mondom az őrmester, egyik flaskámban rum volt, a másikban a valódi izé, tejarum fajta, másikban meg bor. Sokszor mondta, harasztosi, maga többi tart megiszünk. Tehát fajnál jövő mester. Kusz, nem azért mondom. Na de Vészáros Márton bátyám még akkor ott laktak, ahol most már Imre. Onnan tettem fel egy 4 szegletes ládát. Neki is volt olyan titkos dolga. Nekem itt volt a nyakamban Pertli napút. Aztán az övé. Én aztán csak tréfából mondta, hogy az az anyám. Majd az volt egy 4 szegletes láda. Mondom, mi van ebbe, őrmester? Azt mondja, gránát. Majd így csak odaírjunk aztán Zagorcra. Majd egyszer azt mondja, hogy hajj, harasztosi, azt mondja, hol van, azt mondja, az a szekerce, azt mondja, a balta. Megkeresem most, elkezdi verni, mondom, mi a baj? Tehát jönnek, igen, őrmester úr, én kifogom a lovat, mondom, hát nem akar. Na, csak maradjon az isteni. Az anyja jött, amikor felbontja, ahol a vastag csokoládéval van teli. Mondom, láss, őrmester, kussz, azt mondja, ehé van, adok, azt mondja, 3 dobot, de még a bal keze se tudja meg. Hát aztán szegény báró lakatosnak adtam belőle, hát már nem tudnám, hogy tútorpali, meg tudná hajjal kentek mondani. Adtam aztán, nem már nagyon fizé. Hát azért mondom, Pántikászival sose volt a pofám, de ott a nagy tiszteknek. Hát aztán veszélyes hely volt, az biztos, mert mondom, ez úgy volt, hogy hajj, uráj, ha döglik a kulva, a nagy tény 4-5 kilométerre, 70-80 szekén, hogy mindig hátrán volt. Csak hát oda osztottak be. Na aztán, innen aztán mondom, igen, mikor azt hazajöttem, Bertikumán még már elég hazaszöktek, azt írták nekem innen hazul, te vagy olyan gyávesz, hogy nem mersz megszökni. Megvan, csak hogy kellő pillanatot keltettem kivárni, volt olyan, aki megpróbálta, azt elfogták a tábori csendőrök, jól elkenték, aztán után nagyobb bőrizet alkult, így sikerült, aztán mondom, hogy hát na, azt, ha hazajöttem, Bertikumán még azt megtudták, jöttek, mert arra belaktak mindig még ott, jöttek aztán, na de, édesapám mondja, küldték a bakter, nem szerette, hogy mondja aztán, igen, még behívatták volt akkor Gáborjánba, dr. Peter Fábián. Á, mikor meg, csak megfáradt a fiú, katonának való lesz, mondja az orvosa. Csak megfáradt a szóval. Na jó, küldte aztán, mondja, most Bertikó, amíg minden este küldte. Hallod, mondom, én holnap már felmegyek, édesapám tudnám külön, akkor gyere be, mert együttősök voltunk. Sándéka valami fiatalabb volt, felment. Ott aztán, ahol feljöttünk, ott országi Budapest fejszemű jegyző. Nem tudjátok azt, hogy mi van kiragaszva a községháza falára? Mártik, úgyis lemaradtatok.
hogy bárki onnan hazafér egy korosztálybeli jelentkezzen. Elég hallottuk, mint az ágyú dörgés, mint azok. Hát csak szóval, igen, azt találtam mondani, mert azt mondták, hogy vizét rendelnek ki, húvott a új faluba. Na, ígyunk egyet, mert kiszállt a torka. Parancsolják. Hát vegyitek, hát ki is. Gögy Gábor is, ennek a Gösz Latinak az apja. Hát ő nem lett. A nagyváradó soroztak, hogy bennünket a csendőriskolába. Azt mondtam aztán Országi József, hogy úgy öltözzetek, hogy titek azonnal rágnak megállni. Hát én vélem, édesanyám jövő, mert édesapám mindig van beteges, tüdőbajos ember, vagy szó kövögő. Hát ez édesanyám, ő vélem, meg nagy pohos keresztapám jött. Na aztán nem, úgy is vittük a izét, a bagázs, ilyen, ez a Kászabó Sándor, ennek a Kászabó Jézusnak az apja vasutas volt, ott volt úgy Váradon a Darvas, és oda tettük be, mert aztán 26-án voltunk, 29-én kellett bevonulni, két napot kaptunk ottan. Na aztán Beltikomámnak is csak oda kellett, a négyes kiegészítő, én nekem meg mondjuk le, Péter vár az Újvidék, ott volt a 37-es Káder, de tíze, úgy tették őket aztán át a Debrecenbe. Na aztán oda lementünk, hát Lajosék már akkor le voltak ott Pétervárodon, mert ők már Tisza Pista katonák voltak, ők már azelőtt kértek a sorozat alól, de ugye Tisza Pista volt itt a miniszterelnök, újfent sort vettek rajta. Na aztán oda lekerültünk, hát ott aztán én is majd, így be voltak fent ott a szerb iskolába, nem ez jó becsé volt a szerb iskola. Hanem nagyon fent voltak, hogy ki ikes is van, ennyit már itt. Én meg ide lent. Hát ezt elmentem este hozzájuk. Majd egy Vájsz nevű káplár volt, hát utána jó barátom lett vassza az anyja, kereste, hogy hát ugyan hú van ez az ujjam. Majd azt megyek haza, Lajos égtük, mert így fent voltak oda. Hol voltál az anyja az anyja? Mondom a bátyámnál. Hát aztán miért? Lábbelét. Mondom, hát tiszta, arra szólok. Pig, pofon, kondítót, anyád jó, te tiszta, neked tiszta, na jó. Hát aztán jó van, ez így. Mondom most. Elnéztető? Már ekkor rosszul esett, mert már én bejártam az előtt a harcot. Mondom azt ezeknek te, majd már. Isten bassza meg az anyját, így meg így jártam. Én ha tudnék valami élesre jutni, így függelülnék magam. Hát én már a harcélünk kerültem, az a rosszul esett nekem az, hogy én már tudom, hogy na jó. Utána az anyját bassza meg, ő lett a legjobb emberem, mert fogával, Péter. Aztán utána mondta meg, hogy hát Vájsz Samu, hogy nem mondom, Samu bácsi, meg neki sógora volt. Utána lett a legjobb, így párfogom bassza az anyját, az a tizedes, az a zsidó tizedes. Na jó van. Hát aztán majd itt, innen aztán bejöttünk majd Óbecsére. 70 kilométer Pétervárad Óbecsére. Na de tőke Temerinbe az utárcsapat eljött előtte, valahol napost megcsinálta a vizét, ott meghaltunk. Mert gyalog jöttünk Pétervárad vizére, Óbecsére. Hát ezt ott meghaltunk. Óbecsén aztán voltunk. Majd ott aztán kaptunk, Lajosék is ott voltak. Onnan kaptunk majd 14 napig tavaszi szabadságot. Utána azt visszamentünk megint. Lajosékat mondjuk azt kiválogatták, elmentek. Minden századtól mondjuk azt kiválogatták. Utána majd mint még maradtunk. Mint pedig de május 12-én válogattak megint minket ki 1915-ben. Úgy, hogy minden századtól. Majd aztán nagy becskerekű, szintén a 29-esek szerbektől megint annyit. Úgyhogy a marhakupéban voltunk, ránk zárták az autót, se üli, semmi, se világban, csak azon vettük észre ittak, hogy na itt is állomás lehetett a villanyban. Lent Innsbruckba, Tirolba, ott öltöztünk szürkébe. Aztán... Katonaruhába. Hogy?
Katonaruhába. Katona, menetruhába, már szürke ruha, mert a harctéren, mikor vitték, szürke ruhát kapott. Na, azt ott öltöztünk a szürkébe. Ott aztán már, mert már akkor várták, hogy az orosz mégis, hogy hogy mi. Na, aztán majd éppen tudom, mizé. Pünkös következett. Azt hiszem. Pünkös következett. Hát aztán majd este jön be a izé, egy olyan svájká. Alár! Alár! Mindenki kapta aztán a 120 éves, aztán beizéltek magunk, meg mindenki, minden négy embernek egy láda muníciót ki kellett vinni Puskatuson az állomány. Az hosszú város az az indult. Hát a civilek észrevették így, akkor, hogy hát mennek a katonák, integettek, vagy Inch folyó mellett barakokba voltunk. Integettek aztán, hát hogy lefele, szóval a civilek. Na aztán ott megint aztán bevagonéroztak bennünket. Majd hunkötöttünk ki, izéné, Roverettónál, Tirolba, ott a Roverettónál. Hát Roverette, ott láttam legelég szökőkútat, négy csőre vágta fel a vizet. Ott aztán lekerültünk mondjuk azt a Roverettóhoz. Majd ott aztán beosztottak bennünket, mondjuk, mint itt a Káló olyan folyó volt ottan, aztán annak az erőső partján. Majd volt egy, a fűrelünk Vas Ferenc volt, Nagyváradon börtönőr volt civilben, aztán arra Mori fele pedig le robbantottak, azt mondták még, ott egy három emeletes laktanya lett volna, még előtt egy pár héttel dolgoztak rajta, akkor pedig ide puskaport aztán felrobbant, húzták a fejeket, a Führer is. De a Führer úr még nem az átkem paros hasonlisteimben, a legutának azt mondták, hogy paros hasonlisteimben, még most jöttek el. Már nem a Káder, mondom, csak Innsbruckban, ott öltöztek. De mondom, Führer úr, én azt beszéltem nekik, ahogy az újság. Führer úr, úgy elütötték volna a világháborút, mondom, hogyha az olaszszal ki nem üt abban, hogy még ágyú dörgisse. De én már mondom, azt a város soroltam, hogy hun vagonéroztam ki, meg hun jártam, meg stb. Akkor aztán azt mondja, aztán mindjárt volt egy köteles Géza nevű tenkére való őrvezető, mert mi nálunk mondjuk azt a Sajternek mondták a között. Azt mondja, hogy mert a civileknek ki volt adva, aki két front közé esik, hát az vagy az orosz, ha mennyik, mert a tiroli, vagy az osztrák magyar. Hát aztán szegények, annyi kis gyermek neki, kis batyú a hátán, teheneket elcsapták, úgyhogy összefogtunk, hogy 12 tehenek, azt mondja, aztán ez köteles gépen, haja tud kefelni, hogy nem, aztán tudja, teljes kávét is, azt az Isten faszak, aki az rólam úr, az ingam újjával. Lengetelik szállónak, ott jelenik, levágták a komandót, azt elmutatta ez kávé. Na jól van, ha utána aztán majd, mert ez a mi szállónk harmadik rezervabónk, szóval ez az öreg mancsap lett volna, de hát mi vegyese voltunk. Három izé volt benne, 305 pedig 400 egy batalion, egy szóval. Egy ezred volna mondjuk azt a tolvégül, mi állunk közösöknél, bataljönnek nevezt. Hát aztán, na jól van. Akkor azt jöttek, majd azt akkor kiegészítették, akkor Tordai nevű főhadnagyunk lett. Itt pedig len Úrfeld volt még, mikor még itt Nagyváradi mérnök volt civilben, az az Úrfeld József. Na aztán majd ilyen sokkal volt olyan marha, ha így jön az a digó, meg úgy jön az a digó, így bán, azt mondja, nem,
főhadnagyok, fiaim, ne nézzétek az ellenséget butának minket. Ki volt az a főhadnagy? Orfeld Józsefnek hívtam. Nagyváradi mérnök volt civilben. Ezt a nincsomban meg elúta. Már régen elpattunk. Na jó van. Hát így aztán ne nézzétek az ellenséget butának minket. Azt se túlról szepényelni. Na jó van. Hát aztán majd mondjuk azt a ekkor pedig ma minden századú szettek, kiegészítették az ezeret, akkor kerültünk aztán megint mondjuk azt a tordai főhadnagykhez alá. Akkor aztán mink előbb Rovereto túl felmentünk Kvárdiába, mert ide meg nyomták a hármas honvédokat, meg voltak Vilmus Messengerrel is, tehát géppuskások, mert németül Messengerrel a géppuskás. Hány aztán ide meg nyomtak, mink pedig, mert a mi századosunk, mondjuk azt a már kapitánnak nevezték, mi nálunk, Báró von Pleszkó, egy szót se tudott magyarul, Tiroli volt. Tudta, hogy a hegyet védettebb lesz, szóval felmentünk oda a Kvárdiai hegyre. Így aztán, majd onnan aztán megint beváltottak bennünket, akkor mentünk aztán a Szent Annai Borgói hegyre. Ott meg mint az osztrák rendvereket, vagyis az osztrák kóvédjukat van, ott tesztem ottán majd fogságba. 16 április 16-a, itt el virágvasárnapja. 1916 április 16-a, itt el vasárnapra esett virágvasárnapja reggel. Azt mondja izének, oda voltunk az előretoltálásba, volt egy öregebb, az is Pista katonon, Törzsök Marcikon, amely Szent Mártoni. Oda voltunk. Reggel, mikor felvegyünk, igen, mert a főhadnagyunk meg Bedrosz Jóska volt, egy tenkére való. Azt kisimatolt valamit, azt előtte 4 nappal elment hasmenőtre, kórházba. Addig ez a Szurdai, egy váró gyerek volt, Szurdai Sándor volt, azt hiszem. Aztán addig csak cukkumendás volt, vagyis honvédő, mondva szakasz. Ekkor aztán, mikor az elment, akkor átvette ő mondjuk a századkomendárságot, már így mond, mi nálunk. Na aztán, akkor ő vele voltunk mondjuk azt, azt mondja hajnalban, mikor vagy reggel, mikor megjel, jöttek a bosnyák szavúrok. Azt ott ismerték a katonákat, azok jó katonák, hanem jöttek a sárga paralinok. Mondjuk aztán, szénvik úr, milyen katonák? Azt mondja, 22 dalmátok fő, hanem megyünk támadásba, azt mondja. Ezek mennek elő, azt mondja, mi pedig maradunk rezervébe, vagyis tartalékba honvédőre, tudom én úgy is, és látjuk, hogy nem bírnak az olaszok, akkor farmok szerint, vagyis szakaszok szerint befejlődünk hozzá. Hát aztán a jól van. Alig, hogy hűsült van, kis Brovint ismered, azt acélgolyóján bele. Én csak azt mondom, egy kicsit olyan abnormális ember volt, én azt csak fiunk lőn, csak lőn, a fűrelünk egy nagy ember, mint a nagy túl. A fejlövés kapott Bacsó Jánosnak így, tehát magyar hombokra való. Amíg megsebesült, hogy hát aztán egyszerűen azt mondott, hogy a fiunk csak lőni, azt mondja, legrosszabb esetben bemasírozunk traumába, azt mondja. Igen, hát egyszer elkiáltja magát, hogy fiunk frontot változtatni, mert vesz vagyunk, be vagy. Hát ezek a 22-es dalmák, hogy sebe, elszakították az összekötetét, aztán hátunk megé kerültek az olaszok. Hát aztán fiunk azt mondja, frontot változtatni, mert vesz vagyunk be, de csak lőni. A legrosszabb esetben meg akkor is azt mondta, bemasérült. Egyáltalán majd, mikor úgy addig nem lehet ellökni a fegyvert, még parancsot nem kapnak. Majdnem mikor Roma annyira volt, mint a vasékkapujok, ide mondjuk a kapuha, akkor aztán még egy hadnagyot, egy kis Károly nevű izéi komámat tudod, mikor egyszer megkeresett az a kis marjai, akkor bakott nyakére, de nem volt meg, jött aztán. Hát aztán akkor kaptunk rá parancsot, hogy ellökjük. Na aztán jöttek az olaszok, azok azonnal galántabbak voltak, se pisz nem vettek el sem, izék csak a kést, azt nem szabad náluk kerül. Sehol azoknak azonnal műveltebbek voltak. Akkor aztán mindjárt jöttek volna, szóval ezt megfogták, mert két sorjával volt, az aranysújtáshoz mentik. Officiál, officiál, mikor volt ez? 1916
Április 16-án. Akkor este fogságban? Akkor este fogságban. Akkor este fogságban. Éppen virágvasárnap utána lehet nézni. Éppen virágvasárnap jelölt. 1916. Április 16-án este fogságban. Na jól van. Mit tekosz le bennünket? Most azelőtt meg oda fent láttuk, mint mert a sodrompának még nem volt kincsen, aztán úgy mentünk le, ameddig dolgozott már a sodrompára, hogy hát vizsgáljuk mondjuk azt a egy-egy hasítvát, mert én is megfogtam a Márkizba, hogy láttuk, mint az előtt, hogy csetőzélet cselni, de nem volt annak semmi fedezítje. Ha jött az ellenséges repülő, fagaját lőttek. Vasadanyát még verette volna, kellettek volna, hogy veresse vissza a gyalogságot, addig hallgat, hogy mikor vittek volna minket meg, akkor meg közvényt kapva. Na de ezeknek is volt, ezek mind jött volna osztál szegény lefele kísérőbe, de zavarták őket vissza. Úgy aztán cserebújás helyeken, kis külfalakon mi ugráltunk osztál. Igen, azt ültet megfogta. Officiál, parkamadon. Neki ott a fejére húztak a puska, tudtad? Mi hozzánk egy új osztál. Ezt már az olaszok mondták neki. Igen. Parkamadon, ez Disztó Máriádon. Tehát porkó meg a disznó, porkó disznónak, valamennyit ponyítok én aztán. Picsore. Így aztán, mi hozzánk, igen, azt mikor megyünk lefele, kérdezik aztán mindjárt, hogy mangyárem, fáme, veri a holkatán, mert az olasz mikor ér, fáme, mangyára, azt mondja, igen, mondjuk magyarok vagyunk, apja fasza, hogy éztek, után tudtuk meg, mondtuk, igen, magyarok vagyunk, mondjuk, hát aztán, Fáme, fosztálkoztán bementünk a brigádtól, amikor fosztálkoztatta a jó disznókonzervat, meg itt nálok mondjuk nem ilyen hegyes komis rom, hanem mint itt ezelőtt mondjuk azt a gyermeknek, mikor sütöttek kerekcsipót a fejékeni. 75 dekás kenyériát egy olasz katonának, ugyanannyi járt nekünk is. Csak hát vegyese volt, aztán hajdinával, nem tudom, ismeredni azt a hajdinát, meg azt volt abban, hogy lehet rizsak. Amikor bevagonéroztak, utaztak, azt mondja tovább akkor. Bevagonéroztak, utaztak, és odaértek valahova, azt tessék mondani. Na, várj csak mostan, itt még nem. Itt még majd, mikor elfogtak, majd mikor ránk esteredett már, addig nem. Akkor bejebb vittek bennünket baraklágerbe, nem az ország belsejét. Akkor vagy 4 napig ott tartottak, hogy ne vagyunk ki valami kovelagyanúzok. Majd autá vittek aztán Veronába. Karanténba volt. Veronába kaptunk aztán, mert mindbán kaptunk zordot. Csak hát egy 8 krajcát kapott egy békebeli katona, csak hát ottan 5 fillértől kezdődik egy szóri, hát aztán mondjuk azt a minden napra kaptunk mondjuk azt a 7,5 centet. Szóval, mert egy szódi 5 fillértől, fillér nem igen van ott csak, 5 fillér, meg 10 fillér nagy részpízek. A 20 fillér az aztán már megint kisebb. Na aztán ott már zsoldott. Ott azt én úgy jártam, hogy a hosszú hangozó neve van, hát majd az olasz törzőmester mondjuk azt a fizetett. Hát aztán karázda, de azt halasztosi volna mondom. Volt egy piszkos csetörzőrmester, önként szökött át, aztán elárult, hogy összesíttam, pedig nem szíttam össze az oldat. Csak egyszer azon leszem, és kikapom az oldat, már szoronyközést kapnak, azt visznek a fogdába. Az is felfaszom. Hát aztán, na jó van, de Szurdai még akkor vélünk volt. Majdóta azt elhelyezték őket tisztilagjába. Mindig érdeklődött, hogy hát mondják, aztán halasztos itt bezárt. Miért? Itt nem tudják, csak kipuhatolt aztán, mert ez a báró gyerek beszélt németül, meg szóval 3. Kipuhatolt aztán, hogy hát ez a piszkos cseh elárul, hogy összeszítam azt. Azt mondta neki, te piszok, mert úgy hívták az olyan dezentő az imbat. Azt mondja, vigyázz, még az, hogy te az én emberem utat. Na aztán nem azt mondom, még akkor este hoztak egy fél kenyeret, meg egy fél sarka hulladék, úgy csak piccentjeltet hálnom, meg egy pokrócot adtam. Lengyalost kérdeztettek. Hát azért, hogy elállult, hogy olyan hosszú hangzó nevel mondom, harasztos jó, na aztán. Ember azt mondta, hogy összesittam az olasz törzőmet, tehát hogy nem szittam.
Na, aztán utána majd ütet elhelyezték a tisztél, mert a tisztettől már még az izétől, már az frendiktől, vagyis zászlótól, azok már havifixet kaptak. Amit már az őrmester, meg a törzsőrmester, azok egy rangba voltak. Elég 50 centet kaptak naponta, utána aztán majd ezért. Mert mondjuk azt az izé, már ezeket aztán tudod, ezeknek már megvolt az izé, maguk vásároltak be, csak mondjuk havi fixiát nékik, csak itt be, hogy a kardok vagy az erd már ne volt meg. De ezek már csak tisztek voltak ott is, azok a nagyobb tisztek. Na aztán majd kerültünk mint izébe is, onnan Veronából mondom azt, majd lekerültünk a Forró, Szent Károly, a francia része. Onnan aztán majd jöttünk be ide Luzerna nevű városába, egy hármas alpinista laktanyába. Na, ott aztán voltunk még, majd ugye Veronába tanálkoztam, egy Zécényi Kálmán nevű Szántai, az az anyja idevaló volt. Mert volt aztán egy vélem, mondjuk Pécsen Szegi, majd ebben a Pikó Imre, a Ékes Margit volt a felesége, az Ékes Imrének a jánya, az öreg Sunyink, nem ennek, aki már annak. Így aztán jó, vélem aztán. Na, jó volt. Akkor aztán majd ide jöttünk. Onnan aztán majd megint kerültünk, mint mondjuk azt a... Levittek bennünket Avezzánóba. Akkor mondtam majd februárban, mert igen, addig nem láttunk, mint csak citromot, azt láttunk, de narancsot azt nem láttunk. A Szent János, vagy bazisfőnő, a figye az háromszor terem náluk egy eszendőn. A figye körtállású. Csak ki van már prejcselve, és még akkor ízesebb, mint mikor ki van prejcselve. Hát aztán a jól van. Majd levittek bennünket Avezzánóba. Hát olyan tél volt innen, ahonnan elindultunk. Luzerna nevű városából, február 25-ig. Azt mondja az olasz, di, ez megszólítás. Prigionérért meg fogod, di, prigionérért, dobom ez, hogy jön a viokádó, holnap díjra melegbe élünk. A apáthoz, hogy van a apáthoz, hogy mit tesz, hát majd megmondjuk neked. Na aztán, mikor mondjuk azt a Génovát, mert mink azt mondjuk Génova, Génovát elétük, mert úgy van ki, hogy Génova. Felétünk, míg még aztán át nem, egy hosszú alagúton mentünk keresztül, a mozdó hátul maradt, a villamosnyi, ahol húzták az összes vonatot. Ja, körülbelül egy negyed órát, nem hiszem, hogy nem ment alatt. Kérem, a hideg lemaradt. Felétünk a tengerpartra, itt van a tengeri kikötő Génova, emelő van Génova városa. Hát egy bizonyos valamennyi időt, minden kupéban volt egy fegyveres, veszegelten. Mi a te? Hát a narancs akkor itt legjobbában. Olyan karélyos a levele, mint az almának, és akkor itt meg. A gyermekik meg jöttek, mezítnak. Vezére, Prigionére, hogy látjuk a foglyokat. Vezére, hogy azt teszünk. Most egy virág nyílott. Na, aztán majd megindult velünk a vonat. Mondom, erről Génova város, a gyönyörű pálmafázi, erről meg mint a tengeri kikötő. Körülbelül 99 alagútat, de egység volt, ilyen hosszú, mint ez, amíg el nem. És mindenütt párhuzamos vágán. Mibe került? Igaz, hogy ott, tudod, ott nem járja a katonaságnál. Nem járt akkor időben sem a fűbelölés, sem az akasztár, sem a civili, sem a kikötés. 15 napi fogda, vagy évet fogtít, melyiket hogy ítéltik, nappal kérem dolgozott az alagútba, vagy itt-ott, éjjelre bezárták. Ott nem pazarolták az ember életét, ahol kivégezni. Akkor idej volt, most hogy van. És hova kerültek akkor, mikor odaérkeztek? Le, Avezzánóba. Avezzánóba, ott mit csináltak? Meghallott. Még aztán elítük, mint Rómát is. Ott is veszegelt, Róma így esett jobbul. Lehet, hogy beijed szík, de így öreg, mint a Beretős, mint öreg füstös városnak látod. Lehet, hogy Bencei, csak így. Na, akkor lekerültünk Avezzánóba. Avezzánóba aztán volt, hogy 17 ezer fogott. Ott aztán tudod, barakokban voltunk, mert azt mondták, hogy 1912-ben földrengés volt. Ott még akkor állomásra voltak a civilek is abban. Ott aztán barakokban. Ott találkoztam ennek a Rosszlábú Kúsándinak az apjával aztán. Na, ott aztán olyan piszkos helyzet volt Avezzánóba, hogyha bejött az ezredes, azt elkiáltotta az a
szolgálatbeli katona, attentia tesz! Ez azt tette, hogy tisztelegni valamelyiket, meglátta, hogy nem tisztelget, rámutatott egy pizsonyéri, Csindeci Gyorna, 15 napi fogda, ott olyan szigorú rájött. Na aztán majd Lajos bácsi, aztán mondja, ilyen volt itt, most már kis fali lakik ott arra, egy Tornyi Sándor nevű, Tornyi Sándor volt az apja, és a Sándor bátyát nem ismert, annak ott volt az irodán, ilyen küldön. Mondja aztán neki, hogy ez ennek az apám meg az anyám, ez ennek a gyermeke. Még érdekes volt Lajos bácsi, se pedig még mondjuk nem volt akkor annyis, hogy voltunk nekik Lajossal, hogy amiket elvégeztük kapálni napszámba még akkor. Hát aztán majd én mindjárt megismertem Lajos bácsi, kártyáztak ott a Fejér megyesi, Somogy megyesiekkel, minden. Hát aztán szólok neki, abba hagyta azt a kár. Mikor kijönk a barakudvarra, hallja azt mondja, vannak itt Gábor Jány. Lajos bácsi, ott maga nincs tisztában magával. Ne faragó nevű maga, azt mondja, menjen már, mondom, hát ez meg ez vagyok. Hát úgy így, ő neki már csak az őshajó, én meg még ottán fejlődtem, mikor a 14-es ából tűzöttünk be van. Na jó van. Hát azt mondja aztán, majd halló Tornyi Sándor is itt van, azt mondja az irodánon tűz. Bemutatott azt neki, de mondom olyan kis, azt mondja aztán Sándor, hallott Sándor, ha észreveszed, hogy valamerre munkára, ki ne hagyd már bennünket. Na jó van, ettől aztán majd szállítottak. Azt mondja aztán, hogy olyan népséges, azt mondja, mert igen, voltak kint az állomásnál, de ez nem volt az állomás, csak én, azt mondja, hogy van 14-15, bácsi, pácsi, béke, ez azt teszi. Hallod, azt mondja, visznek bennünket, így volt, 12 volt, törököket is, azt mondja, török foglyokat felszerelték, Csárkánya, Lászlóval, mivel ők viszik munkára, olyan az ember, mint azok mondja, ha észrevenni, hogy foglyokat felrobbantaná a hírt. Üveredték őket. Majd aztán bevagóna éroznak bennünket. Jövélünk a vonat, hosszú. Ettel kiszállunk este volt, nem csak azt mondja, négyes rotompárba, szóval négyes, meg ahol van a világító torony, azt mondja, tengeren. Visznek bennünket, azt mondja. Ettel felfele megyünk, megbasztam az Isten Lajos bácsi, mondom, az Kárpátokban van ilyen szerpentines út, mondom, ez már nem megyen, mondom, a hajó. Hát megyünk befelé, bújulunk aztán befelé, ettel beterelnek bennünket, neki volt két baranyai komi. Bemegyünk, szépen ki van, mondjuk a szoba. Kecskelábor, kofóster, szóval szalmazsák, tetszik mindenki. Szint tiszta. Na jó. Na jó, bácsi. Másnap aztán nézünk síjjel. Maig a 33-as volt az Ékes Vince is, az apja ennek is volt ott, mondta egy Küllős nevezetű. Egy Ékes bácsi is volt ott. A 33-as szóval, ha meg tudod, be volt ásva a sziklába. Úgyhogy békében a nehéz rabok voltak. Csak az a vasajtón, ahol beálltak. Volt aztán két börtönő, Bandika meg Stefánuti, de az erre való cselé elijednek, mert ugyan nehéz fogja. Na, Lajos bácsi, mit oszhatunk, mint elmondani. Gávi meg a Fodoron Krótové. Hát még látjuk nappal, még nő is jön idő, mert Katin is volt. Aha, aztán, jó világ volt. Hát aztán, na jó van, ettől aztán lett, hogy 30 embert visznek munkára. Összeesít bennünket egy szakasz vezető, Somogy megyesi. Igen, de valahogy összedusztanak a kártyán. Most tudta, hogy még most kerültünk össze. Kibasszít Lajos bácsival. Engem nem lökött ki, ültet meg, kihajított a helyette, és Schwabot lökött. Minkhoz kimentünk Argattára, 6 hónapig munkára, jó helynek volt. Egy 5 millió most volna. Így aztán így maradtunk aztán el Lajos bácsit. Na aztán ott ki voltunk. Volt annak a... De nem mondta volna annak a így a vizéjéről, hogy hát ennek van az a... Most 5 milliómja, mert fáradt fogalni ember. Neked még nem is töltöttél, aztán már az enyém meg teli, hogy az öregek le akarjátok. Topánkáztat. 1919. október 27-én
léptem magyar földre. 44 hónapot töltöttem. 44 hónapot olasz fogságba. 11-et meg a fronton. 11-et meg a fronton. Hazajött meg 5-öt Galíciában. Hazajött? Igen. Akkor utána megnősült? Nem. Majd 19-ben van. 21. Március 3-án nősültem meg. 1921. 1920. Március 3-án. Március 3-án nősült meg. Igen. Akkor nősült Gábor Jánból. Igen. 1921. Március 3-án hagyott itt. Egy évre rá? Igen. Akkor jó. 4 évig küzdködtem, míg meg tudtam szabadulni. Aha. Mert nem akartam. És akkor utána mikor nősült megint meg? 1925. 25? Február 25-én úgy. Február 25-én. Január 25-én akkor? Tehát 1925. január 25-én. Értem. Na most akkor hol laktak? Hát ide jöttünk. Hova? A Petőfi utca, Posta, régi Posta utca. Ide jöttek lakni? Na. 314. Akkor még élt a nagypapa meg a nagymama? Ez kinek a házadok, hogy ide gyertek? Szóval, hogy ne? Na, akkor mondja már. Kinek a háza volt ez? Kardos. Nagyapám, Kardos Mihály volt. Nagyapám. Igen. Ez a ház. Nagyapám Kardos Mihálynak hívtam. Percek útól virágba, tudod, míg a csendőség, Percek útól volt. Úgyhogy bizony, begyáros ember volt ezt a Na jó. Ezt mesélni kell. Utána rédes vagy ebben, szeretnék olyankor ott lenni nálad, mikor az este mesélni kell. Mikor ide sebesültek jöjnek, éppen akkor kapott szebet édes, hét viszélynek látlak téged nagynak, borongós kis gyerek arcú haramnak. Ó, ne, még csak hát nem tudom. Igen, mert a egyik Zsoltárnak a hátuljára fel volt írva. Így meg? Tört. El is van írva. Most is. Én nem tudom. De hát, azt maga írta föl, mert magának az írás. Én nem írtam bele egyet sem. Miért? Hiszen még rá, hogyha nem is írtak, hogy és akkor az a helyzet, hogy már 11, ebből 6. 6 él. 6 él, 5 meghalt. Ja. Milyen jó tudják, mi papa nem felejtették el. Már jó. Én nem felejtettem el, hogy... Marika, gyere, ha mondhassuk, azt mondtam, mert nézd fel. Nem!